Jászberényben 29. alkalommal tartották meg az Artkamp művészeti szimpóziumot. A kortárs művészetek elmúlt héten készült alkotásaiból péntek este először installációs bemutató nyílt a Jövőképalkotók csarnokában, majd a Lehel Filmszínház galériájában várták a művészet kedvelőket. Domináns a festészet és a grafika, de az installációs művészet, illetve a performance is eléggé meghatározója volt elsősorban már a 90-es években a művészeletnek, de igyekszünk ezeket következetesen azért becsempészni a művészek gondolkodásába, és nyilván bennük is van, de kérjük tőlük, hogy gondolkodjanak ebben is, amennyiben olyan tér áll rendelkezésünkre, mint például idén a Lehel Filmszínház vagy a Jövőképalkotók csarnokának emelete. Úgyhogy ezek jelen vannak a mai napig is. A művésztelep munkájában több mint 20 alkotó vett részt a kiállítást megelőző 10 napban. Közel 3 évtized alatt a térség egyik legfontosabb kortárs művészeti eseményévé nőtte ki magát. Jászberény önkormányzata, ahogy az elmúlt években folyamatosan, most is a szimpózium megrendezése mellett állt. A megnyitó résztvevőit Hajnal Nagy Gábor alpolgármester köszöntötte. Rendkívüli izgalom, én azt gondolom, először pillantani meg alkotásokat, ami tulajdonképpen még, hogy úgy mondjam, melege, szerintem még az alkotók keze melege rajta van, a festék még meg sem száradt, és itt vannak előttünk. 29 év, jövőre 30. Azt gondolom, hogy mindig elmondjuk, és mindig abban reménykedünk, hogy egyszer lesz ebből egy állandó kiállítás, én személy szerint szeretném, ha ez megvalósulna. Az idén is gazdag, sokszínű tárlatalkotásaiból jó néhány a városban marad. A városi könyvtárban helyezik el a festményeket, gyarapítva ezzel a város kortárs képzőművészeti gyűjteményét. Az itt kiállított munkák természetükben alkotóik attitűdjét és az alkalmazott technikákat tekintve igencsak széles skálán mozognak. Az anyag magán viseli a nem tematikus kiállítások legtöbb ismertetőjegyét, az érdeklődve betoppanó látogatóban jogos kérdéseket szülve. Büszkeség, hogy Jászberényben már majdnem 30 éve újra és újra megrendezésre kerül a művésztelep, ezt már mondhatjuk úgy magyarul, hogy hagyománya van. A Lehel Filmszínházban szeptember 30-ig ingyenesen tekinthető meg a 29. Artkamp művésztelep munkáiból összeállított Felhő és Fátyol című kiállítás.